Üdvözlöm mindenkit, ez itt a Pieti Stúdió, és egy motorra bemutató lesz. Sőt, robogó bemutató. Nagyon fasz a kis robogó. Motover Magnet Sport a neve. Szemből sportmotor kinézete. Oldalról meg lehet látni, hogy robogó. Igen, fasz a kis motor. Óváról vettem, 120 ér, van benne önindító, itt, és ezt úgy lehet elindítani, hogy gáz, fék, és ez indító bekon nyomása, és elindul. Még mi van még? Van még egy dolog, a csomagtartó. Ott benne van mind, nem tudom. Itt van, meg is mutatom nagyjából, hogy miket tartalmaz. Benne vannak a papírjai, a izé. Van itt egy fény visszaverős mellény, láthatósági mellény, papírjaim hozzá, motorhoz, egyéb dolgok. Olaj, meg elsősegélycsomag, meg egyéb dolgok, tökéletes, meg egy kabát, csavar, kerékzár, az is van, csavarkulcs készlet, gondolom a gumihoz, vagy valamihez, amikor baj van, és nem jó, igen. Ilyeneket tartalmaz a csomagtartója, tökéletes. És akkor... És egy előbb mondta, hogy itt automata indítós, kulcsal lehet indítani, riasztó, van benne riasztó is. Na, jobban látszik. Ez a riasztó, riasztófülód, indító, meg riasztó tesztelő gomb indításhoz, ezzel el tudod indítani, kulcsán tudod leállítani, és ezzel tudod leállítani. Na, még mi van még? Ja, igen, kaptam hozzá a bokós is, akkor előbb mondtam, hogy 120 ér vettem, és ezt ehhez sisakot is kaptam, meg kabátot, motoros cseki. Miket tudok még mondani? Tökéletesen működik. Nem sok kilométer van benne, meg is mutatom, hogy hihető legyen. Rázumulunk, 1433 kilométer. Nagyon jó. Ez jó márka, jó motor. Nagyon tetszik. Friss jogsimmal ezzel megyek. B-s kocsis jogsi, de a B-s jogsival ugye lehet menni segédmotorkerékpárral, kis motorokkal, ami nem haladja meg a 50 köbcenti fölötti járművet, ugye az mind kis motor, meg hogyha segédmotorkerékpár van írva. Ezekkel lehet menni. Jó néz ki, nekem úgy tetszik, amikor megláttam az interneten, az elképesztő. Az... Mondtam is, hogy ezt hamar meg akarom venni. Uha, szépség hibája van. Na jó, hát ez van. Használt. Hát, mit várunk már egy használt motortól. Nagyon jól néz ki. Ugye önindítós, amit mondtam, van benne ilyen akasztó. Látjátok-e itt a akasztója? Ugye ennek már magától keveri a olajat, 5 literes tankja van, körülbelül 100 km-t lehet menni vele, 100 km bír. Ja. Hát ő megy 40, látni fogjátok 45 km per órát,
Igen, de ebből ki van véve a fújtás, és igazából megy 90-nel. Fújtás nélkül. De hát én be fogom tolni, be is toltam a szabályokat, mentem már erre jó pár kört, 40-45-tel megyek, és mit mondjak erre? Tetszik. Szerintem ennyiért megéri venni ilyen robogót. Király, gyerekek. Ja, van benne index gomb, most így megmutatom a gombokat is. Ez a távolsági fényszóró kapcsoló, index, duda. Mi van még? A fényszórók a boldja, helyzetjelző, és van benne tapított fényszóró, és itt ugye lehet távolsági fényszórót bekapcsolni. Igen, külön gombra van szolgálva, itt meg egy óra, hát ez is sajnos nem működik, pedig ürültem volna ki, de nem baj, ez is jó. Itt vannak ugye a kijelzők dolgok, a index, a olajjelző, amikor olajzás kevés, meg a fényszóró, a távolsági fényszóró. Hát ja, fasz a kis tükör, és tök jó. Megérte. Ja, olajfék, olajos fék. Itt is. Az ilyen időszakok itt kell vinni. Még mit tudjuk mondani? Ez ilyen egyszerű kis robogó, sokat nem tud, de alapvetőleg ami van, az tökéletes. Közlekedni vele jó. Most is utoljára elmentem vele boltba, tökéletesen el tudtam menni vele. Semmi nagy akadálya nem volt, hogy hogyan menjek vele. Szépen a szabályokat betartva. És komolyan mondom, itt ilyen kisvárosban, meg nagyvárosokban is elmegy, mert ha valaki egy helyben lakik, és egy helyben van minden megvan, akkor tökéletlen autóval menni, mert csak idő igényesség van vele. Nem úgy, mint ezzel, ez olcsóbb, és könnyen kezelhető. Na jó van, hát ennyi lesz a videó. Hát, hogyha lesz egy extra vlog, amit tudok még, akkor még megosztott, mehetek, de lesz vlog videók, most már motorozásból is. Amikor így megyek vele, akkor így közben veszem fel a eseményeket, mi van. Nekem nagyon tetszik. Ja, meg ugye előbb mondta, hogy itt a kilométer óra, ez meg az üzemanyag mérő. Hát most mentem vele legalább 20 kilométert vele, 23. Akkor nézzük is. Hát körülbelül a felét el is használtuk. Hát durván inkább majdnem azt kell mondanom, hogy ha jó spórolsz az üzemanyaggal, akkor durván egy 100 km-t nagy nehezen ki tudsz nyomni belőle, de 50 km szerintem tökéletes. Hát itt 800 forint volt teljesen feltankulni vele. Na jó van. Jó van, hát ennyi a videó. Köszönöm, hogyha megnéztétek. És na akkor elavztok.